A visegrádi Áprili Lajos Általános Iskola minden évben egy hetet szentel a névadónak, aki Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le, és itt töltötte élete utolsó két évtizedét. Az áprili napok alkalmából a gyerekek ellátogatnak a költő sírjához a visegrádi katolikus temetőbe, sportversenyeket szerveznek a tanórákon, áprili költészetével foglalkoznak, szavaló versenyt tartanak, és rajzpályázatot írnak ki. Idén 12 iskolából érkeztek pályaművek, ezek közül 9 a járásból, 1 Erdélyből, a Parajdi testvériskolából, és 2 budapesti iskola, egyikük a Bármadas Református Gimnázium és Általános Iskola, ahol Áprili Lajos is tanított. Lengyel Rita grafikus művész sok éve tanítja a gyerekeket több környékbeli iskolában is, ő szervezte az idei rajzpályázatot is. Hagyományosan 4 korcsoportban díjazunk gyerekeket, az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7., 8. osztályosok között. Minden évben más-más tematikát találunk ki, ami kapcsolódik természetesen Áprili Lajos költészetéhez. Idén nagyon-nagyon sokféle témát feldolgoztunk már. Idén úgy gondoltuk, hogy legyen ez a téma az ősz. Ugye Áprili Lajos a természet verseiről is nagyon ismert. Az ősz, az elmúlás, az különösen az az évszak, ami az ő szívéhez közel állt. Minden korosztálynak volt egy Áprili Lajos verse, és egy olyan vers, ami szintén ebben a tematikában, de szabadon választott a magyar költészetből, szintén az ősszel kapcsolatos verseket. Mondok egy példát, Petőfi Sándornak az Itt van az ősz, itt van újra című verse, vagy egy Nemes Nagy Ágnes vers, tehát mindegyik, sőt a 7.-8. osoknál, tehát ez volt nyilván a legnehezebb, ugye Ady Endrének a Párizsban járt az ősz című verse, ami amúgy is a 8. osoknak hát tananyag, foglalkoznak vele irodalom órán, de én is tudtam, hogy ez bizony egy elég nehéz téma. Ragyogó hervadás, ez volt a címe a pályázatnak, a kiírásnak. Én azt gondolom, hogyha itt megtekintjük a mögöttem a munkákat, akkor érződik ez a ragyogás, ez a ragyogó hervadás az ősznek, ez a színpompás vizuális megjelenése. A visegrádi Áprili Lajos Általános Iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre. Az alapfokú művészeti iskola alapfeladatának tartja, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen a szakirányú továbbtanulásra. Ennek megfelelően a gyermekek adottságait, tehetségét figyelembe vevő, egyénre szabott művészeti nevelést, oktatást valósítanak meg. Az idei áprili rajzversenyre érkezett pályamunkák tanúsága szerint nagyon is hatékonyan. 2 zsűri tagunk volt, Mikesi Tamás zsűrielnökként, aki a visegrádi művelődési háznak a vezetője, másik zsűritag pedig Duna Bogdányból érkezett, Schwarz Rezső képzőművész restaurátor, tehát elfogulatlanul és tényleg csak az érzelmeikre hatottan választották ki azokat a munkákat, amelyik díjazásra kerültek. Mindig szem előtt tartjuk azt, hogy a rajzok mennyiben közvetítik azt az adott irodalmi alkotást is, amihez készültek. Tehát ez is nagyon fontos, hogy tudja az alkotó, a gyermek feldolgozni azt az irodalmi élményt, amit ő vizuálisan megjelenít. Hagyományosan a 3.-4. korosztály szokott a legnagyobb tömegben, mennyiségben rajzot küldeni, ez idén is ugyanígy volt, de elmondhatom, hogy ami nekem nagy meglepetés volt, vagy nagyon örültem neki, hogy a 7.-8.
korosztály, nem mennyiségben, mert mennyiségben mindig ők a legkisebb csoport, de nagyon színvonalas munkák és nagyon értő és érzékeny munkák érkeztek, hogy az Adiverse-hez kapcsolódva is. Tehát nagyon jó érzés volt az, hogy legalább olyan színvonalas munkák közül válogattunk a 7.-8. korosztályban is, mint a kisebbek csoportjában. Az áprili iskolában nem csak hagyományos tanórák vannak, hanem különböző témákat, a projekt módszerét alkalmazva új tanulási-tanítási helyzetben dolgoznak fel a tanulók. A gyerekek erdei iskolai foglalkozásokon vesznek részt, aktívak a honismereti nemzetiségi hét eseményein, és évről évre megmutatják, bizonyítják tehetségüket az áprili hét rajzpályázatán is. A vízfestmény, a tempera, a pasztelkréta, porpasztel, olajpasztel, ceruzarajz, nagyon sokféle filctól, zseléstől, applikáció, tehát nagyon-nagyon sokféle az a mód, ahogyan, tehát a technika, ahogy a gyerekek elmondták a gondolataikat, az érzéseiket, és magas színvonalon, tehát én azt érzem, hogy, és ezt talán ki is emelkedik az előző évek anyagából ebből a szempontból, hogy itt kifejezetten az első pillanattól kezdve feltűnt ez a műfaji sokszínűség, hogy egy iskolán belül is, tehát nem ragaszkodtak egyetlen anyaghoz és egyetlen kifejezési módhoz, hanem van, amelyik gyerek a filctolhoz nyúlt, van, aki a porpasztelhez nyúlt, tehát egészen eltérő technikai megoldások születtek, műfaji sokszínűség, és ez nagyon-nagyon jót tett a kiállítás anyagának is, és szintén nagy örömmel töltött el, hogy a gyerekek szabadon és sokszínűen választhatnak a kifejezésmódok között. Thank you.